Üdvözletem mindenkinek, sziasztok, szia Tosi, Pestis doktor, én vagyok, én Jean Giver Rohti. Mi újság, srácok? Később kezdtem, mint akartam, mert 100 dolog közbe jött. Most már jobban, Tosi, köszönöm szépen. A némileg azért is késtem, mert nem voltam túl jól. Aztán meg azt mondta itt nekem az OBS is, hogy én sem vagyok túl jól. Hát amúgy volt egy Windows frissítés, és igazából szerintem azzal volt a probléma, mert egyből nem frissítettem, hanem múltkor, aztán tegnap, amikor lefrissítettem, és így nem akarta észlelni a játékot egyáltalán az OBS, úgyhogy 100-szer újraindítottam, meg állítgattam. Veletek mi újság? Köszönöm szépen, Tosi, hogy itt félszemmel nézel. Hogy vagytok? Hogy telik ez a hét, srácok? Meséltek, meddig dolgoztok? Így megindulok valamerre. Igazából el a... Igen? Jó. Fogik ez a kutyák, és hiányolom azt, hogy nem lehet őket megsimogatni. Na. De a napi questeket gyorsan megcsinálom szokás szerint így az elején. Egész héten? Úristen, akkor neked nem lesz. És a két ünnep között is dolgozom, meg még utána ott a új év után is egyből. Neked nem lesz szabadság, Jean. Holnapig? Na, akkor neked nincs sok már hátra, Zsolti. Kitartást. Lehet pihenni. Nekem már most megvolt az utolsó munkanapom. Hogy már egy kicsit többet aludtam. Mint szoktam. Nem engednek már? Tökszom. Hát sajnálom. Remélem azért az ünnepek jól fognak válni. Az biztos, hogy streamelni hétvégén nem fogok szerintem tudni. Azért is úgy írtam meg a menetrendet, ahogyan. Ugye holnap lesz stream. Meg majd este leszünk Skendo-éknál, ugye a Kopitánon. Monster Hunterezünk egyet. Jaj! Kaptam két sallert. Gyorsan elszaladok. Jól átalszom. Hát végülis legalább pihensz. Mondom, nem tudom, jövő hét hogy fog alakulni. Ugye 26-a még az ünnep. Várjatok, ránézek a napra a gyorsan. Lehet, hogy 27, 28, 29 lesz ott egy három nap egymás után, és akkor lesz stream. Megmondom, mert szintén tavaly volt szilveszterkor stream, de most nem hiszem, hogy fogok tartani. Nem tudom, hogy Kobinál lesz-e valami, de azt beszéltük, hogy ők, vagy hát legalábbis akiknek nem lesz semmi buli, meg semmi, mi így összeülünk egyet valamit, vagy így streamen belül, vagy streamen kívül játszani. De meglátjuk. Hoppa, elejöttem a vízbe. Még jó kérdés, hogy mi lesz, vagy hogy és mikor. Nem, szerintem ebben az időszakban könnyen lehet az, hogy annak ellenére, hogy ugye tartom ezt a háromnapos stream dolgot, valahol előbukkanok, ugye. Tegnap voltunk Rikunál egyet, játszogattunk, jaj. Aztán akkor Kendoékkal ugye holnap, Kobival lesz pénteken. Köszönöm szépen, Vili, a vizet. Mi újság, Vili? De már pihenőn vagy, ugye? Azt hiszem, valami ilyesmit mondtál.
Vagy rosszul emlékszem? Vagy nem emlékszem dolgokra, sorry, csak annyira katyvasz minden a fejem. Csak az információ, aztán nem mindig dolgozza fel az agyam, és így elvök veszve. Hol tudok fölmenni amúgy oda? Hogy itt fel lehet menni? Látok. Ja, hugica, nem sok. Kicsit később kezdtem a streamet, mint akartam. Nem voltam a toppon, meg aztán a OBS itt azt mondta, hogy nem fog streamelni, mert lefrissítette a Windows-ban itt. Vagy tudok erre befele is jönni? Visszaszaladgál. Amikor nem fel tudok menni. És te hogy vagy, Hugica? Hogy telik a heted? Mondjuk így. Akkor itt felugrálok. Na jó. Itt... Iza! Iza! Igen, de meg is betegedtem hétfőket halálba. Nem volt a baj, Vili? Rosszul. Na, mesélj, Hugica. Mi a baj? Köszönöm. Amúgy, hogy rosszul vagytok és itt vagytok. Vagy mondjuk van már az a pont, én tudom, mikor úgy beteg voltam és az ágyban döglöttem, hogy így ez a... Nagy szomszat azt a questet. Hogy így vártam, hogy valami történjen, mert már nagyon unom magam. Nem bírtam figyelni. Indulj már el! Ekkora hülyeséget amúgy. Nem tudom, hogy hova szaladt. Ez volt. Mekkora hülyeség, tehát lopnak ezek a rohadékok, és így ezért kergesd el őket. A sivatag közepén vagyunk. Mit lopnak? Homokot? De most úgy tényleg. Mi is értem. A gondolat lehet. Mindenki rottyom van, jobbulás mindenkinek. Így van, jobbulás mindenkinek. Jó, olyan történt veled? Hát remélem minél hamarabb jóra fordulnak a dolgok. Szia, Ati! Nem hát, nem ismerem. Nem tudom, hogy itt ezekkel mi van. A napot lopják, azért van most este. Hát a sivatag közepén, itt a hegyen, itt akarják lopni a morát. Oda még nem mentem el, miért nem? Majd mindjárt takelünk. Nem volt még egy questem, vagy már megcsináltam az összeset? Ajjá! Idegesítően tudsz megbetegedni? Elvők tud a jódás lakányra, de ez most masszív ordugulás volt. Hétfőn 3-4 kezdetet. Elég nem. Kapjuk le.
Figyelni kell. Én akkor nem használsz valami orrsprayt, az egyszer, szerintem segítene. Ja, azt tudom, Mati, hogy akkor jött, csak nem, igazából nem kell mennem oda farmolgatni, azt nem is foglalkoztam vele, de igazából primót azt adna. Tudjátok, mit akartam megnézni? Mikor jön a következő banner? 6 nap, aha. Szia, Tom! Mizuka. Ja, meg kapcsol. Genki dasse yo. Nankō furaku. Itaku shichau kama. Zenbu narumie ne. Te o tsunagimashou. Hogy mondom? Imádom. Megköszönöm szépen annak is, aki esetleg tegnap volt a trikunál, nézte, ahogy Anna alkotunk. Holnap Hobbitánon leszünk, majd Skandóékkal fogunk Monster Hunterezni. Gondoljátok, nézzetek be. Pénteken este meg szokás szerint kombinál. Grandidezünk. Megyünk öldökölni. Az Antlionokat, hogy gírünk legyen. Az. Jó, lemegyünk a kis teás edényünkbe is. Azt mondja, nem akartam összevégezni mindent, bedugtam erre már találkozott vállalni. Nem volt nálam harmadik. Hát az igen, az kollektív kellemetlen. 27-én jön? Na, majd megmondom Alexnak, hogy nagyon szeretné a Raiden Shogun-t. Mikor jön neki az irodaszerek, hogy egy lyukat. Igen, és akkor lesz neki még egy orjuka. Megcsináltam a Shogi első osztályt. Rakta. Na, örülök neki. Én azt mondom rá mindig, hogy ő a... És olyan, mint a Scaramouche. Amun. Számomra. Na, 8-as lett a Dórika a felfedező. Vagy hát a kereskedő, bocsánat. Mit kell... Rájtok csak. Most már itt vagyok. Nem kellett. Na várjunk, nem tudom, hogy mit kéne nyitnom. Majd még kell szerintem hoznom egy kis vizet. Mert nincs elég vizem. Mi kell neki? A fegyver. Nem tudom, hogy melyiknél tartok. Nem, hogy ebből kell egy miért? Így ezt csak nem szedtem ki. Majd szedünk. Na várjuk. Azt mondja, hogy... Így ez maxolva van, ez is maxolva van. Ez is maxolva van. Mit kezdtem el gyűjteni? Ja! Jó. Kardot. Kira? Kira? Nagyon jól le tudtam magam némítani amúgy. Annyira hirtelen tüsszentettem gyakorát. Képzeljétek, akkora szép artifaktot kaptam múltkor, mikor farmoltam. Bábara, ikyo? Bábara, ikyo?
Most nem tudom, hogy Dendro vagy Pyro Goblet volt, de mindegy is. Volt benne crit damage. Crit rate. Attack százalék. Elkezdtem pluszolni. Beletette a flat defet. És még rányomta háromszor. Úgyhogy... aztán ott bezártam a játékot. Ha jól emlékszem. Hamarú voltam amúgy. Tehát amikor ilyet kapsz, érted, hogy ezek benne vannak, ezek a statok. És bassza, flat defet, meg még... oké, jó, beletette, jó. De még rá is pluszol. Mindent is. Akkor azért szomorú lettem. Igen, leszel akkor, mint a testvéred. Na nézzük. Azt a jó, mi lesz? Sose volt még ilyenem, most már ilyen is van. Papa. Na, várjatok. Azt mondja, hogy... jó van, az anya. Jaj, jön ez a szar. Igen. Már írtam is DC, hogy jaj, két nap múlva meghalok. Mit kell még csinálnunk? Nézzük meg gyorsan, aztán haladunk. Szerintem valamennyi rezint kéne elköltenem, ha nem is az összeset. Requesteset csináltam? Ten furnishing. Na, jó, akkor. Kell craftolni. Craftol. Néha egy hétvégente szoktam menni, hogy meglopjalak titeket amúgy a BP miatt. Elnézést kérek. Ha valakit ez rosszul érint. Igen. Yeah. Megy rá is 27-én, jól van, nyomjatom. Szia, kutya! Milyen kutyusnál, kutyusnak, mondjuk az se lenne jobb, hogyha kutya helyett kutyus lennél. Ja. Nem leszel kész a horgászattal, és ez miért probléma? Ja, meg kell csatok azt ráadni, gondolom. Gondolkodtam már én is rajta, hogy refájnoljam a Black Sword-ot, Ajató biztos örülne, ha nem eredjen csücsülle. Valószínűleg örülne neki. Ja, gúnyoszi. Nem hallottál még így beszélni? Á, tudok ideges lenni. Nem, múltkor jöttél volna Kobihoz, mikor játszottunk azzal az új horroros játékkal, akkor ott hallottad volna, hogy szaladok az erdőbe, vagy hol vettek a tök? Hát volt az, hogy ránk támadtak a... az ilyen alienek, és akkor elkezded lőni, és így elszalad az erdőbe, mert futott utána, hogy gyere ide, tök a tök! Amúgy, én tudok ideges, ó, ha én beindulok és ideges vagyok, jajjaj! Ott aztán előkerül a káromkodó kézi szótár. Aztán mondom a magamét. Mit kéne menni? Tudom, mit menjek. Menjünk ezt, megint. Már annyit mentem. Lehet, hogy mindjárt hozok be egy kis vizet, és úgy megy. Van a vizes üvegem. Te sem vett ott fönn? Ennyire? Halló? Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm a vizet. Ah,
Kettő sziklát szoktál venni? Engem nem tudsz. Lehet, tudom. A felgyűjt mindegyből 30. Gets a legjobb opció Raidennek viselés nélkül. Ja. Igen. Üdv újra, Toshi! Mikor folytatjuk, mert csak egy dokumentum hiányzott. Képzeld el, lepecselték a játékot, ezt azt javítottak rajta, úgyhogy újra kell kezdenünk. De! Más is szenvedett a keresgéléssel, és pont ezért csinálták meg a... Igen, komolyan. Azért csináltak meg az a játékkal, hogy most már azokat, amiket keresni kell, ezeket a datott dolgokat, most már ilyen sipoló hangot adnak ki, tehát így lehet hallani egy hangot belőlük, amivel könnyebb lesz megtalálni őket. Mondtam nekik, hogy ezt kicsit előbb is behozhatták volna, mi kb. 3 órán keresztül kerintünk, mint gólyafos a levegőbe, hogy megtaláljuk ezeket a szarokat. Úgyhogy... ja, tehát újra kell kezdenünk. Lenerfelték a kis pisztolyt. Még az, ami engem kicsit megrázott. De nem probléma, mert ha újra kezdjük, akkor tudjuk azt csinálni, hogy mindent először összeszedünk, és úgy kezdünk el platformokat tisztítani. Majd. Ha beindulok, na de Vercsi, mellesleg, ha téged lőnének, te nem elbújnál a fák közé? Dehogy nem, csak mikor rámordítva kiszalad, hogy elkezdje lerágni a lábamat, és utána belelövök, és utána meg szalad, a csira, alien, akkor mérges vagyok. Hát igen, hogyha kiesne a simából a jáde, Tom, akkor az jobb lenne. Tehát a sima bannerből a jáde. Igazából. Csak egy kellett volna, és újra kell kezdeni. Aha, de nem probléma, mert tudjuk, hogy mi hol van. Mert nekem az rémlik, hogy a kód is 5902 volt, ami nem biztos, mert én általában egy számra sem emlékszek. Szóval bármi előfordulhat. Slendermannel kellett oldódott lenne káromkodás. Ja. Meg általában, hogyha PvP-s játékkal játszunk, vagy valami annal, akkor azért ott is előjön belőlem az állat. Kíváncsi lettél volna, hogy milyen ki az arénából. Az a durva, hogy annyira erősek voltak a szörnyek, hogy nem nagyon tudtuk volna szerintem nyom. Azt az arénás dolgot, de... meglátjuk. Köszönöm szépen a nyújtodást. Már nyújtom is ki a lábam, azt megindulok mindjárt a vizért. Szia Szotyi, szia BMW boy. Én megyek a C2 engulfingra, bár szeretném, ha marad a visem. De a legjobb variáció az lenne, ha buknám, és talán esne előbb a jatónak, aztán utána az engulfingra. Végül is. Na, mindjárt jövök vissza, hozok még be vizet. Azt akartam mondani, hogy 2 follower-emotot lecseréltem, mivel hogy most jönnek az ünnepek, úgyhogy a karácsonyit és a szilveszterit oda tettem a follower-emotok közé, és majd amikor vége lesz az ünnepeknek, akkor visszacserélem őket arra, amiket kivettem. Mindjárt jövök vissza. お姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。 Na 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 na.
元気がないの？私が作ったスパイシードリンク飲んでみて。シャキッとするよ。元気がないの？私が作ったスパイシードリンク飲んでみて。シャキッとするよ。Érted? Hosszabb volt a szünet. Mi mind gondoltuk volna? Már a víz sem volt itt benne, sajnos a házban, úgyhogy kimentem, és rohadt hideg van. Úgyhogy, ja. Menjünk be. Nem feltétlen, Tom. Tehát sose tudhatod, hogy mikor esik. A Wandereren? Hát a Wandererünk van. Mentem a kútra. Easy. Igen. Ezért mentem ki. Le. A hátsó épületbe. És megvagyatam. Na. Azt hittem le se jönnek. Jól lenne elkapni ezt a rohadékot még mielőtt alkot. Még mielőtt bepörög. Nagyon jó, megvan. Ő volt a jeges. Láttam, hogy bármit a kettőtótozok, hányos szinten vagytok? Én 30... 30... valamennyi, nem tudom. A többiek meg... 11-2 igazából most kezdték el feloldani a karaktereket. Nincs. Nincs. Sárga cuccaink vannak. A többieknek még sárga sincs. Jaj, ne! Hosszan akartam nyomni, és nem hosszan nyomtam. Nem jó!
Kenjo Banjaku! Attention, we are being followed. Shall we dispatch the welcoming drones? Lixotix. Lixotix? Vagy Lixotix? Nem tudom. Elnézést kívánok, elnézést kérek. Köszönöm szépen a követést, hogy itt nálam. Leminősítetted magad Wurnevel 4-re, hogy farmolj. Mi? Erősek voltak az ellenfelek? Tehát nincs egy négy fős csapatod, amivel tudsz menni a fielden? Vagy hogy? Hát ki a DPS-ed például? Igen, amúgy Attinak igaza van, tehát nagyon figyelni kell arra, hogy ezen már mit csinál a Genshinben. De még XP könyv? Vagy mi? Vagy bosszokat? XP könyv? Hát az XP könyv volt azt... Ne csesz ki velem, hát az XP-s könyveket nem tudod izélni, megölni. De menj! Most levelet Mati, érted? Boss Mati is lehet, tehát igazából... Meg XP könyv is. Tehát a bosszok kellenek... Tóm, eskü megverlek, bazd meg. Hát szóljál, az Isten áldjon meg. Megyek, azt segítek. Megöljük őket párszor. Nem probléma, de így a lootot se lesz jó. Mert most így saját magaddal csesztél ki. Hát simán tudunk menni segíteni, basszus. Nem nagy dolog leölni egy-két bosszt. Most érted, max... Mit tudom én, négy boss fogsz tudni leölni. Az meg nem egy nagy időintervallum. De itt saját lootodat veszed el. Nankou
Szerintem olyan szinten, amin vagyunk, nekünk nem probléma az, hogy menjünk segíteni kisebb szintre bosszokat ölni. Erre nem nézem, mit csinálok. Alá! Tudhatom. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, úgyhogy ha kell segítség, jelekkel szóljál, ne saját magaddal cseszégy! Haló? Nem mész kis zérá bosszokat tölni? Hát... Figyelj, mikor XP-t farmoltam magamnak Leylányból, akkor is mit csináltam? A monstert elkezdtem csinálni, mert pont leszarom, hogy most monstertba ölöm a dolgokat, vagy mit tudom én, Inazumába ölöm a dolgokat. Monstertba mentem, azt csak ilyen hilicsúr, meg ilyenek jönnek. Semmi extra. Ezt kéne megölnöm. Én nekem nem kellenek már ilyenek. Aj, ha kell, elmegyek gyűjteni. Hát a szamurájokra biztos nem lesz szükségem, mert nem hiszem, hogy nagyon fognak behozni olyan Inazumai karaktert a jövőben, ami érdekelne. Ha meg igen, akkor majd megtudom, aztán akkor elkezdem farmolni. Majd ezért kell ölnöm ezt a... Aj, mi a neve? Ezt a fatui... Mi a neve? Agent? Talán az az, amik így eltűnik. Abból van nagyon-nagyon-nagyon kevés matim. Jaj, ha! Ó, Matt! Hát... Nem tudom, megmondom őszintén, nekem aki, engem aki érdekelt karakter az a Mikó volt az Umávó, többiek nem igazán, mert a Tóma tetszett, azt megláttam, hogy milyen, azt már annyira nem tetszett. Aztán... volt még. Aztán amikor megláttam Heizót, ott olyan szerelem volt igazából. Nem azért, ahogy kinézett, mert undorítóan néz ki. Igazából. Túl sok minden nem tetszik rajta, de a skijei... Hát ez akkor kegyetlen élvezet. Tehát nagyon élvezetes fel a játék. És pont ezért tetszett meg. Az az azért, hogy idő kényesbe estem, mert három dolgot kell szednem. Mó, Geo, Terror, más, Pyro. Szia, Pyro!
Most a embereket várok, spekulációk vannak, de légbe. Hát a varkáikkal, hát nem tudom. Az biztos, hogy jön az a kis hülye gyerek, aki a legundorítóbb lesz egyelőre a játékban. Mi a neve? Amika? A varkáik meg ott vannak izébe most jelenleg, Sneznajába, szóval jó kérdés, hogy velük mi van. Persze, Tom, de kér segítséget, látod, itt van Ati, Jean, én is mondtam, segítünk kell. Mika az? De. Kinek volt ez az ötlet? Mondom, az a kis csávhoz, oké. Okay. Biztos, hogy Sneznajában van. 100%. Igen, ma csak Genshin lesz. Le volt írva a szövegben, hogy fáznak, a tűzhely melegénél vannak, meg hogy találkoztak a kapitánóval. Szóval szerintem fixen ott vannak Sneznajában, mert miért írogatná a játék, hogy fáznak, meg hogy a tűzhely melege. Meg hideg van, vagy nem tudom, hogy volt megfogalmazva, de egyértelmű volt, hogy hideg van. És a kapitánóval találkoztak, sőt együtt is dolgoztak, nem csak, hogy találkoztak, mert ugyanaz volt a céljuk, nem tudom mi. Aztán meg szóltak neki, hogy halló, halló, kapitánó, dolgod van, Natlanban? Jó? Oké, megyek. És már ment is Natlanba. Hát figyelj, miért ne mennének? Tudod te azt, hogy mi történik a játékban? Nem. Én tudom? Nem. Bárki tudja? Nem. Akkor miért nem mehetnének Sneznajába? Lehet, hogy valamit kerestek Sneznajába. Miért nem mehetne Sneznajába? Vagy van valami más havas hegység, amiről nem tudunk? Az is lehet. Akkor mondjuk nem Sneznajába vannak. Mert van itt a kis manténünk, meg ez nagyon. Többről nem tudunk. De jön Tom. De Dragon Spine az más dolog. Szerinted a Shenhe a legszebb karakter a játékban? Ja, elég szép karakter. Én akit szép karakternek mondani, az... Ula? Meg Sara. De ők ketten voltak azok, akikre én azt mondtam, hogy szépek. Ja, hát Shenhe a support karakter, igen. Na várjatok, eventezni kell, igaz? 11 nap van hátra, ha? 2 hét alatt akkor lenni. Hinju Forestbe. Valahol ott hagytuk abba, hogy találkoztunk a Raidennel, miután a Dangumiket megszereztük, adtuk neki. Most vissza kell menni. Hát figyelj, support. Bából ez most olyan, hogy nem biztos, hogy neked pont beillik a karaktereid mellé, de hát igazából érdekes az.
Tehát, én mindig azt mondom, hogy én ahogy játszom a játékot, én leszarom, hogy most egy karakter kell, ami nem illik sehova. Ha nekem ő kell, akkor ő kell, aztán pont leszarom, hogy gyenge, vagy nem gyenge, vagy support, vagy mit tudom én, meg hogy van-e hozzá partim, meg fegyverem, meg ezek kell, kész, vége, nem érdekel, amúgy. Még életemmel is küzdök jelenleg, hogy nem a sajátommal, hanem Alhaizemről beszélek, hogy így tetszik a karakter. Szomorú vagyok, hogy milyenek a szély. De megnézem, hogy milyen. Tehát ki fogom próbálni, hogy milyen. Így voltam Mikóval, és mikor kijött, fikázták végig. Folyamatosan fikázták amúgy, és mindenki, akár hányszor jöttek, és látták, hogy van Mikó, milyen a Mikó, mit az a Mikóhoz. Jó, bazd meg. Tetszik, pont. Nem is értettem. Most meg Dendróhoz is esti jár, Tinarimnak. De, érted, fikáznak mindent az emberek amúgy. A Dzsonglit is fikázták az emberek, meg Albetót, meg mindenkit fikáztak. Én ha tehetném, és azt mondanám, hogy régi karaktert fogok pullolni, akkor Albedót kiszedném, mert egyszerűen imádom azt a karaktert. De nem fogom kivenni, mert annyira nem imádom, hogy azt mondjam, hogy lemondok egy esetleg új karakter. Igen, mondják, hogy Kopi meg gyenge. A Kopit azt látom. Tehát megnéztem a videót, nem néztem véleményt se. Láttam, hogy mit csinál. És így néztem, hogy amúgy a mi hajónál mi a pék. Most már sem mondom, de mit csinálnak, hogy ezt adták ki? És így adták ki. Tehát... Okay. Mindegy, megnézem. Cashinget ki nem állhatom amúgy, szóval ezért nekem kicsit így... Meglátjuk. Gyűjtöm a primót, aztán majd kipróbálom karakterpróbálóba, és szerintem nálam azt fogja eldönteni az, hogy érdekel-e vagy nem, tehát hogy mennyire élvezetes, amit észlelek. Na nézzük, csokkolom! Na mit gondolsz? Tudom azt, hogy kell megijeszteni az embereket? Vagy mi a helyzet? Na, hadd gondolkozzon Paimon. Paimon egész végig mögötted rejtőzködött, szóval... nem vette észre, hogy Ito megijesztett volna minket. Paimon ezt az utazóra fogja bízni, szóval Ito... ijesztő volt, vagy nem? Most mondhattam neki ugye azt, hogy hát elég finomult volt, vagy hogy ő volt a legfélelmetesebb Oni valaha, úgyhogy ezt fogjuk mondani, mert ezt szeretném. Moshikayo! Komolyan? Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen tehetség vagyok. De ezt kellett hallanom. Megmutatom nekik, hogy mennyire félelmetes a csapatunknak vezető. Na, de már rájött arra, hogy melyik úton fognak menni, szóval várjuk itt a közelbe, és ijeszt meg őket. Hogy ki csillog a szemel? Na, érdekessé válnak itt a dolgok, készen állunk. Ugye, várnak ránk az emberek, hogy megijeszek őket, gondolom, igen. Te kérdezkedsz horgászni? Szerintem hozzám nem tudsz bejönni. A world level miatt, meg én amúgy hétvégén nem hiszem, hogy leszek. De ja, hozzám nem fogsz tudni. Ha megnézed, én 8-as world levelem vagyok.
sajnos nem tudok segíteni ebben. Azt hiszem, közel járunk. Nem hagyhatjuk, hogy meglásson a... Itt jön. És hogy fogod őket megijeszteni, Ico? Könnyedén. Amikor elég közel lesznek, kiugrunk és együtt fogunk kiabálni. Nem fogják tudni, hogy mi történik velük. Szóval, mint a gyerekek. Nem hiszem, hogy ez... Ne becsülj alá! Tehát, hogy egyszerűleg hangzik. De tudom jól, hogy mi fogja megijeszteni. Igen, valószínűleg a csapata már össze-vissza így megy. Tehát így... Magyarázzák azt, hogy mennyire unalmas ez, meg mennyire... Azzal meg hasonlók. Sötét van, és ugye nem figyelnek oda, úgyhogy most van lehetőségük. Az, hogy ők kiugranak a bozótok közül, az eléggé meg fogja őket ijeszteni. És mielőtt észhez kapnának, hogy mi történt velük, már megyünk ki. Már fél úton leszünk a következő helyhez, ahol ugye meglepjük őket. Jó, lehet, hogy... Tudod azt? Jön valaki. Jók azok. Jó, akkor háromig számolunk, és kiugrunk. Ja, amikor nullához érünk. Három, kettő, egy. Vá! Én is kiválok. Kimaradt. Várjatok, ti nem... Ők... Igen, pont úgy néznek, mint a szellemek. Mi történt? Várjatok! Láttad? Ők biztos nem emberek voltak. Szóval akkor minden egyes pletyka igaz. Mégis mit csináljunk? Mi lesz, hogyha utánunk erednek ezek a szellemek? Paimon, nem gondoltam volna, hogy te egy ekkora kis bébi vagy. Te beszélsz, te volt a legelső, aki szaladt onnan. Ne, mi az, ne gúnyold ki, Paimon. Hát azt kiabáltad, hogy szellemek, és... Persze. Egyből az ösztönje, hogy megvédjen minket, egyből akcióba lépett, és azért szaladt el. De az igazi szellemek azok rémisztőek. Az én képességeim teljes mértékben haszontalanok ellenük. Szóval akkor miért... Álltunk meg, és nem futunk. Mert rájöttem, hogy ők is elszaladtak el. Azt jelenti, hogy ők is félnek tőlünk. Ebben az esetben akkor nem kell aggódni. Hogy megy nyugodtunk. Azon gondolkozom, hogy ők olyan tényleg szellemek voltak. Lehet, hogy csak felöltöztek, mint szellemek, hogy megijesszenek őket. Lehet, hogy egy asiró rend küldte őket. Ugye, ő körbesételt itt a Chinju erdőben, míg ez az egész rendezvény tartott ugye az előző körnél. És látta azt, hogy mégis milyen trükköket talált ki a Yashiro rend. Azok hárman biztos nem a Yashiro rendből valók, de...
Elég ismerősnek tűntek. Jó, menjünk vissza és nézzük. Vissza akarsz menni? De van már lehetőség, hogy ők igazi szellemek, nem? Hogyha most visszamegyünk és megpróbálnak minket megenni. Paimon, te félsz, maradj itt. Akkor utazóval megnézzük, hogy mi a helyzet. Tényleg? Milyen jó ötlet. Nem lenne veszélyes, hogyha egyedül maradnál itt? Igaz. Az utolsó ilyen misztikus regény, amit ugye vettek a jár könyvkiadótól, az is hasonló. Ez. Nem teszem be. Hasonló fordulat volt benne, vagy történet talán inkább. Bárki, aki azt mondta ugye a nyomozás során, hogy ő nem fog menni, ő volt a következő áldozat. Most, hogy jobban átgondoltam, jön velünk. Nehogy elhagyjátok Paimont. Nehogy. Lehet, hogy abban az irányba szaladtak. De nehéz megmondani, hogy pontosan merre mentek. Na, váljunk szét. Van ennek értelme? Én úgy tűnök, hogy ennek az egész ellennek mint. Jó, de akkor teljesen egyedül leszel. És hogyha megnézzük ezeket a rejtélyes novellákat, akkor az nagyon veszély. Misztikus. Vagy ez misztéri volt? Mindegy. Ne aggódjatok miattam. Nem fél semmit a... Paimon nem érzi úgy, hogy ez egy jó ötlet lenne. Ennyire megijesztettek? Lehet, hogy tényleg tudják azt, hogy hogy kell megijeszteni. Ezután el fogom őket kapni. Megtudom tőlük, hogy hogy kell megijeszteni az embereket. Na, találkozunk itt. És már megy is és elszalad, és megint saját magának beszél. Tényleg nekünk mennünk kell? Na, jobb lesz, hogyha körbenézünk. Ja, itt üldögélünk, azzal nem érünk el semmit. Ez így igaz, akkor nézzük. De amint látunk valami félelmeteset, akkor jobb lesz, ha elszaladunk, jó? Holnap felfordulás lesz nálam, szóval ja, nem. Hát nekem most arra kell koncentrálni, hogy azért ne töltődjön maxra. Mert akkor ugye problémát helyzet. Szia Rimmel, szia Gangsta Man, hogy vagytok srácok? Hogy telik ez a nap? Egészen ideig elsétáltunk. Olyan ők hárman hova mentek? Paimon nem látja őket sehol se. Lehet, hogy Itónak igaza volt. Lehet, hogy elbújtak. Látszik, hogy akkor... ők nem is olyan ijesztőek. Látszik, hogy már magadhoz térte Paimon. Most fogsz valami ijesztőt látni, mi befogadunk. Hé, hey, hallgassatok ide! Három kis... hát nem tudom, javajás talán. Paimon már lát titeket, szóval gyertek elő, mutassátok magatokat. Make sense. Ajaj. Ó, valaki itt van, Paimon megijedt. Jaj. Ne tedd ezt meg, Chizu. Nem engedhetsz a vágyaidnak. Mert mások fognak megszenvedni miatta. Nem teheted meg ugyan, nem is az, nem követheted el ugyanazt a hibát.
Tarts ki egy kicsit tovább. Egészen ideig eljöttél. Igaz? Elnézést. Láttál itt három bajkeverőt esetleg? Paimon... elmondja, hogy hogy néznek ki. Lehet, hogy csak én látom, hogy mint hogyha eltemettem valamit, nem? Kirólam beszéltek? Te, a másik emberről, aki ott áll, nem látom. Valaki ahhoz, mint én? Igen. Nektek nincs itt dolgotok. Nem kellene egy olyan közelébe lennek, mint én. Ha értékesnek tartjátok az életeteket, akkor most azonnal menjétek el innen, különben a lelketek itt fog ragadni örökké. Nem fogok még egyszer figyelmeztetni titeket. Nem foglak. Menjetek innen, tűnés. Nincs lába. Ilyen volt a szoknyájának a szín. Olyan furcsa virágillatot éreztünk. Mesél, mondanom kellett a kisztárcot. Kelj fel, utazó. Ja, bemutatja nekem a Tómát. Vagy mi a neve a Heizo? Tómát? Na, hála Istennek, hogy jól vagy, Heizo. Mégis mit csinál? Még mielőtt eljutunk ugye odáig, úgy gondolom, hogy valakinek először szüksége van arra, hogy figyelj rá. Mi van ilyenve? Tíci, ne edd meg Paimon! Paimonnak nincs jó íze. Léci, bosszuld meg Paimont! Ébredj már fel, Paimont! Azért jöttél, hogy megments Paimont? Heizo is itt van? Mi történt az a félelmetes emberrel az előbb? Te győzted? Félelmetes ember? Igen, volt itt valaki, aki nagyon furcsán volt felöltözve, és nagyon furcsán beszélt. Értem. Csak titeket találtam megint, el voltatok Ájóval, amikor megérkeztem. Senki nem volt itt. Történt, mondd el a részletek. Elmondjuk, hogy mi történt. Ahogy gyanítottam, hogy látszik, hogy több is van el mögött a bátorság teszt mögött. Jó, akkor térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Nem mondtam el azt, hogy miért is vagy. Az az igazság, hogy megbíztak, hogy jöjjek ide és nyugodj. Megbíztak? Így van. Egy nagyon furcsa játékot találtak a strandon. Strandon egy furcsa játék, lehet, hogy az Akitsu Yugei, amit az Ei... ott? Hallottatok róla? Igen, hirtelen megjelent ott az a játék. És ugye oda vonzotta az emberkéket. Úgy tűnik, hogy nagyon érdekes. De senki más nem volt ott, csak a látogatók és a turisták. Tehát képzeljétek el azt, hogy hirtelen megjelent az utcán egy ilyen boltszerű dolog, talán, stall. Na mindegy, egy ilyen boltszerű valami, ilyen kis cucc, aminek nincsen tulajdonos. És furcsa mód, annak ellenére pont úgy működik.
Tehát, hogy normálisan működik, anélkül, hogy bárki felügyelné ezt. Tehát az emberek el tudják egyből indítani ezt a játékot, ahogy beszélnek ezzel a táblával, ami ott van. Csak nem az Alice csinált egy játékot a Raiden Shogunnak. Nem a Raiden Shogunnak, hanem az Ajatónak. Lehet, hogy a szép szellemek csinálják? Igen, pár turista elkezdte ezt magyarázni. A pletyke a elterjedt. Egy teljes ilyen szellemsztori kerekedett ki az egészből. Minél messzebbre terjedt ugye ez a sztori, annál inkább hihetőnek. Már nem is mernek az emberek a partra menni. Ugye a Tenryu rend be akarta zárni ezt a partot. És nyomozni a szituációval kapcsolatban, hogy mindenféle pletykákat így eloszlassanak. De még mielőtt bármit tudtak volna tenni, a Yashiro rend megszervezte ezt a bátorság próbát. És ugye az emberek azt gondolták, hogy egy ilyen megelőző rendezvényszerűség ez a játék, amit a Yashiro rend talált ki. Ezért visszatértek ugye a látogatók is a tengerpartra. Mondod? Ő úgy gondolja, hogy soha nem volt semmi köze a Yashiro rendnek ahhoz a játékhoz. Szóval azt mondod, hogy a Yashiro rend tisztában volt azzal, hogy mennyire félelmetes dolgok vannak itt jelenleg, és annak ellenére úgy döntöttek, hogy megtartják ezt a rendezvényt. Hát Ajato az egyik legokosabb ember kell, hogy legyen. Mégis mit gondolt, mit csinál? Ki tudja? De jobban hiszek ugye a bizonyítékban, mint azt, hogy spekulálunk. Gondol? Igen, az, hogy felvérelték, aznak az volt a lényeg, hogy valaki jelentett, hogy órákig ott ragadt. Még ugye ezt a játékot játszotta. Nem tudom, ez nagyon furán hangzik, nem? Tehát, hogyha játszol egy játékkal órákon keresztül, akkor ott ragadsz. Jelenteni kell. Jelentem, hogy számítógány belé ragadtam. Nem tudom a baj a Genshin Impact-tól. Mondjuk ezt abba tudom hagyni elég hamar. Ha. Ez akkor igazából egy ilyen másik közérelt. Minek azt mondja? Van erre valami kifejezés, nem? Valami másik síkra kerültek. Szerintem itt ezzel a nénivel is valami hasonló volt. Na mindegy, tehát azt mondta ez az úriember, hogy próbált ugyanarra a lokációra visszamenni, de teljesen mindegy volt az, hogy melyik irányba ment. Bocs, nem, tehát próbált bármilyen irányba elmenni onnan, de folyamatosan ugyanarra a lokációra került vissza. És annak ellenére, hogy ott voltak közelben a barátai, ők valahogy őt nem látták. Elég félelmetesen hangzik. Egyértelmű volt az, hogy ő nem mondja a teljes történetet. És a barátjainak ugye a vallomásai voltak azok, amik igazából igazolták azt, hogy igazat mondott, hogy tényleg ez történt. Ugye ez az intitás volt az, ami a sok szellemsztori létrehozta. Emiatt a sztori miatt lettek létrehozva igazából a történetek.
senki nem márt a strand közelébe menni. Egészen addig amúgy a Yashiro rendben nem jelentett a bátorság próbát. Ki volt az, aki oda tette azt a... játék strandra, és hogy miért fal az ugye a Yashiro Ren nekik. Hát meg kell tudnom az igazságot. Ezért jöttem vissza. Nem, mert azért főként, hogy... De ne is foglalkozzatok velem, csak dolgozzatok. Az, hogyha együtt dolgozzunk, akkor az csak gyanús lesz az embereknek. Szóval saját maga fogjuk előre. De legyünk nagyon óvatosak, mert a megfigyelése alapján a legtöbb ember nincs vele tába az, hogy bármi is történik itt. Ja, viszont az, hogyha elmegyik az embereknek, hogy valami probléma van, az... kicsit felkeverheti a dolgokat. Tehát akkor igazából elkezdenek meg pánikolni, leginkább azt lehetne mondani. Muszáj oda mennem, de nem akarok. Jó, ugye beszéltek mind a ketten erről a játékról, a Heizo is, és a... Ej is, úgyhogy megnézzük a játék. Még azt nem szeretem, amikor így remélem játszani. Igen, kell valószínűleg játszani a játékot, az a bejárat. Vagy nem, hogy újra meg van nyitva, mint ahogy elmondtam. Paimon nem lát senkit se. Ez azt mondta, hogy ugye a táblával beszélünk, akkor mivel a játék legyünk nagyon Paimon itt ragadni. Nagyon jó, ugye ezt így kell csinálni, meg amúgy kell csinálni. Adjunk. Haladjunk! Érdekel! Pályában azon gondolkozik, hogy vajon azok a tentébeli papnók tudnak-e valamit erről ezek. Két pillanatot kérek, ránézek. Vannak-e bot? Na fura, hogyha lenne az. Üdvözlök mindenkit, aki lurkod. Most már csak egy bot volt, legalább nem 12. Kár mennyi. Tia Akira. Na, végre megjöttetek, srácok. Ez a nagy idő, hogy őket követtem, de végül senki sem találtam.
Jó, órákig keresgélt, nem talált semmi nyomot arról a három kis csávóról. Úgy döntött, hogy visszajön. Mi a helyzet felett? Találtál valamit? Elég nehéz ezt megmagyarázni. Soha nem találtuk meg őket. Szóval akkor üres kézzel jöttetek vissza. Annyira nem. Mindegy, kitalált egy új tervet. Mégis miféle tervet? Mi? Micsoda? Shinobu azt mondta nekem, miután visszajött Liyue-ból, ugye mert ott tanult, hogy valami nappalból lesz éjszaka? Valami? Nem tudom. Mert azért a Titó eléggé jól elszenved ezekkel a hasonlatokkal. Igen, tehát ugye itt arról beszél, hogy the hunter by day, tehát a vadász, aki nappal vadászik, ő is igazából rá is vadásznak, ha éjszaka lesz. Vagy valami ilyesmi. Nem. Talán ezt egész szépen lefordítottam. Ó, igen, ezt mondta. Na, gyerek. Ez, hogy keep up, egy helyben állunk. Mindegy, aznap foglalkozom, hogy megnézem az embereket. Ugye a legutóbbi körben. De ugye nagyon meglepődtem azoktól, akik aztól a kis három gyerektől, hogy fel volt öltözve. Ezúttal nem. Megvárom őket, és elrejtőzöm előlük. Megvárom azt, hogy ugye megjelenjenek. És utána jön a nem várt támadás. Mi csak legyünk természetesek, és csatlakozzunk a versenyhez, oké? Okay? Találkozunk később. Már megint elszaladt. Van értelme annak, amit mond, akkor menjünk a szentély papnőhöz, és akkor csatlakozzunk a következő. Fénység, akire hogy vagy? Így kiugrasztottalak a lúrból? Bocsánat. Igen, most nincs Vercsi lurkunk. Billy, mert a karácsonyi emóta van helyette most az a kettő. Tehát ugye választva. Nagy adag volt a vacsi, hát nem tudom én jól lakni, nem nagyon régen laktam úgy jól, hogy hú, ez jól esett és jól laktam. Nálam az most nem opció, hogy valaha is jól lakja. A halóka! Gratulál, hogy nyertünk az előző körben. Ott van a következő párunk szerintem a fa mögött. Na. Egy lépéssel közelebb kerültünk a sötés és piszkos igazsághoz. De ez tényleg egy jó dolog? Hagyd már abba ezt a szarságot. Amit az előbb láttunk, az épp elég rémisztő volt. Ó, tényleg? Jó hallani. Hallgatva azokat a szavakat, hogy nagyon ijesztő volt. Ezt is szeretnék elérni. Vagy ezeket a szavakat szeretnék hallani a szervezők. Nem, Paimon nem így értette. Valami furcsa, rejtélyes történik itt. Nem csak ez az egész rendezvény. És akkor mi van? Hallottam
Nem is hallottál a történeteket erről a bátorság próbáról, nem igaz? Mi van ezzel a madárral, hogy ez mindig itt van amúgy? A csajnál is ott volt. Mi a... Várjátok? Jó, valamit éppen flexelnek. Hallgatom, mondom. Mi ez a hang, amit hallom? Ilyenkor, fél hatkor. Na mindegy. Szóval mindenki, aki részt vett, vagy aki részt vesz, bocsánat, jelenidő, ezen a rendezvényen rengeteg különböző érzelemmel szembesült. De néha ezek a megijedések, ezek miért vannak amúgy? Semmi ijesztő nem tört. Szóval az emberek félnek attól, hogy a legbelső félelmükkel kell majd ugye szembenézniük, és ennek ellenére szeretnék megtapasztalni azt a kis izgalmat, amit ezek a félelmek okoznak. Kis az mínusz, az nem volt oda jövő, csak én mondom. Van nem természetes számunkra az, hogy segítünk nekik ebben a halálos és sötét erdőben ezt megtapasztalni? Hát... Mint ez a mosolygó szörnyetek, aki éppen mögöttetek áll, és várja azt, hogy megforduljatok. Paimon már megint... Komolyan, csak szórakozik fel. Tudom, hogy egy ilyen trükk nem elég, hogy megijesszen tégen. Szóval gratulálok, hogy átjutottál a tesztán. A következő... Az nem sokára elindul. Találtatok partnert magatoknak? De hát van egy partnerünk az előző körben. Igen, a csapatunk ugye munkája miatt nyertünk. Szóval biztos ezért szeretnétek a előző partneretekkel csatlakozni, de sajnos mindig más partnerre lesz szükség. És ugye megint ki leszünk zárva, ha nem találunk. Paimon tudja! Ha nem lesz ugye partnerünk időből, akkor ki leszünk zárva a versenyből. Jó, hát akkor kérdezzünk körbe, hogy ki lesz a partnerünk. Na, ki lesz a partnerem? Na? Szerintetek? Kettő lángost. Lángost. Ez is egy olyan dolog, amit nem ehetek meg. Ha csak nem valami teljes kérlésű... Valamivel csináljuk. Mából. Nem tudtam sokszor csatlakozni a Life-hoz, fősülőképp. Semmi gond, Akira. Köszönöm szépen, ha itt vagy. Mindenkinek vannak dolgai. Elfoglaltsága, úgyhogy tök nem megérthető. Én köszönöm azt, hogyha jössz, aztán remélem, hogy meg minden rendben megy. Semmi gond. Imre? Nézzük, hogy eltűnt a bot. Eltüntettük. Szombaton lesz a leves. Nekem meg... mikor lesz a kedvenc levesem? Nekem is szombaton. Az a leves, amit küldtem? Tom.
Az a recept? A leves? Az a leves? Az? Igen, nekem is az a leves lesz szombaton, imádom. Komolyan bele tudnék fulladni. És azt megehetem, mert semmi olyan nincs benne, amit nem eltek meg. Hol a barátom, akivel fogok menni játszani? Itt van. Annyira imádom! Megtaláltatok! Meg! Sajú! Te is a bátorság próba miatt vagy itt? Igen. Úgy néz ki, mint aki most ébredt fel. Na, nem, várjál. Inkább mind aki megpróbál elaludni éppen. Nagyon ijesztő a bátorság próba, szóval... Becsukom a szemet, hogy ne ijedjek meg. De hogy becsukom a szememet, nagyon könnyű elaludni. Az első körben... Egy ilyen... Nagy... ez bikafejű szörny ugrott ki a semmiből, és... Majdnem halálra rémisztett, szóval elszaradtam és elbújtam egy fa mögött. Az az usi volt szerintem, hogy... Becsuktam a szememet, és megpróbáltam elrejtőzni egy ideig, de... Annyira sötét volt, hogy elaludtam. Elaludtam. Mire felébredtem, már vége volt a körnek. Egyértelmű volt, hogy ott fogom választani, hogy imádom, annyira cuki. Meg a legjobb japán szinkron. Igen, Ushiról van szó, tehát az Ushi ijesztette meg. És most már senki nem akar a partnerem lenni a következő körre. Szegény Sajú. De miért csatlakoztál amúgy ehhez a versenyhez? Mert hallottam, hogyha megijesztenek, attól majd magasabbra nősz. Ez milyen buda ötlet. Nem voltam benne biztos, hogy ez igaz lehet-e, de mivel hallottam, hogy ez segít az embereknek nőni, úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Imádom. Jó, hát Sajúnak ugye nincs meg partnere, akkor legyünk a partneri, persze szeretném, hogyha... a partnerei lenni. Tényleg? Hogy vigyorog? Szeretnétek a partnereim lenni? Nagyon jó. De cuki vagy. De Léci, majd azért figyeljetek rám, nehogy elaludjak. Elég félelmetes itt. De én szembe fogok nézni a félelmeimmel. Mádom. Annyira cuki. Tényleg. Mi a Sajonide? Mi a Situ? Szia, Belzekor! Masnis csajt? Jó, hogy miért? Nekem Sajú nagy kedvencem. Tehát adja azt, hogy imádom a japán szinkronját. Nagyon aranyos. És ugye a Sajúnak az a sztoria, hogy Sajú sokkal kisebb, mint a vele egyidősek. És... igazából azt mondták neki, hogy ha alszik, akkor több ugye nőni fog. Ezért van az, hogy mindig megpróbál elbújni mindenhova aludni, és szerintem némileg ez már egy ilyen betegség lett neki, hogy mindenhol el tud aludni igazából. Ezért is van az, hogy folyamatosan, amikor a quest is volt, az Archon quest is elaludt. Elaludt ott is. Imádtam amúgy. Úgyhogy ez nagyon kis aranyos, imádom ezt a karaktert. Hogy vagytok, srácok? Meséljetek. Sajonide, Belzekor, mondjátok, mi az itt? Meg feliratkozunk erre a csodálatos versenyre. Sokalom. Na hát úgy látszik, van partneretek. Nézzük, hogy olyan szerencsések lesztek, mint az előző körben. Lehet, hogy mondjuk jó szerencsének számít az, hogyha valaki nyer, de megkérdezhető, ugye?
Na, akkor elmondja, hogy mit kell megtalálnunk. Egy... most majdnem azt mondtam, hogy egy ventilátor, egy legyező. Mert akkor a fáról mindig a ventilátor jut először eszembe. Szóval egy legyezőt. Biztos az ajakának a kis izéje. Valami... amit arra használunk, hogy lehűtsön minket, amikor odakint hideg van, vagyis meleg van. De most komolyan ezt pályban megkérdezte? Így van. Yashiro rend választotta ki. Valahova ugye elrejtette Chinju Forestben. Ő megint lesznek nyomok, amik vezetnek minket. És ne felejtjük el, hogy bármikor feladhatjuk. Nem adjuk fel. Nem hát. Let's go! Gyere van. Gyere babám, nehogy itt lemaradjál. Valami leesett fentről. Elmenekült a Sayu, nekünk is jobb lenne, ha elfutnánk, mert leestek a bogarak. Nem menekülünk, Sayu, gyere! Gyere csak szép. Dobálja le a bogarakat, basszusító fák. Gyere, pici. Anya a haja, hogy a pályónak csikorognak a fogai, biztos nagyon fél. De megérti, ő is nagyon fél. Mi? Dehogy is, semmilyen nem történik. De hallottam ezt a hangot, az nem te voltál? Biztos, hogy nem Paimon volt. Várj. Onnan bentről jön a szentélyből. Köszi. Akkor most? Csak kell menni? Csak egy cica volt. Gyerekén? Nem szóna, visszafele fogok. Jössz utánam? Nem. Akkor gyere, menjünk vissza. Nem? Erre kell menni. Én nem láttam több jelzést. Ja, itt volt két tábla. De miért van mindig több tábla? Milyen sötét van itt, nézd. És itt vannak a repülő lavender melonok is, hát tök jó. Mondom, hogy nem Paimon volt az. Nem is úgy néz ki, mint én. Az itt, hogy Paimon az a lebegő cucc. Nem szaladunk el, maradunk itt. Akkor ez biztos egy olyan szellem, a lavender melon szellem. Melyik szellem? Ebbe sincs az, ami kell nekünk, de legalább lesz egy kis zöldségünk. Ez se az. Pedig Paimon azt hitte, hogy ez az lesz. A Paimon van így, vagy ott van egy furcsa árnyék. Nincs ott semmi. Gyere már, Sayu! Igazad van, szaladunk. Nem. Nem szaladunk, gyerünk, vegyünk lefelé. Paimon nagyon fél, és kíván, hogy hagyják békén. Gyere! Istenem, hogy szenvednek? Megint több irányba lehet menni. Sokszor itt szokott elrejtőzni és aludni. Semmi félelmetes nap. Hát, erre megy. Arrébb mentek a kis dögök. Gyertek. Eddig is arra néztek azok a... mik? Kassa az, megyünk fölfele. Miért gondolja az Paimon, hogy figyelnek rá?
Nyertek már, ne beszéljen. Ne szaladjál már! Gyertek. Lámpások is vannak itt. Biztos ezek mutatják, merre kell menni. Na, ez egy biztonságos hely lesz. Nem hiszem, hogy ilyen messzire eljutottam. Magasabb lettem? Egy kicsit lehet. Annyira aranyos, tényleg, ez tök szuper. Fádom. Jó, ebből elég legyen. Nézd. Ez az a legyező, amit keresünk? Igen, tűzijáték van ráfestve. Vagyis tűzijáték? De a tűzijáték. Mert csak a Hanabit meghallottam és megállapítottam. Biztos, hogy valamilyen fesztiválról való. Szóval akkor vége van ennek a tesztnek? Igen, úgy látszik. Na, hát akkor megint nyertünk. Nagyon jó. Ah, mert most már úgy érzem, hogy nagyon álmos vagyok. Olyan Ittó még odakint van, és próbálja elkapni ezt a hármat. Pályon nagyon aggódik miatta. Miért nem nézünk körbe? Jó, ebben az esetben én visszaviszem ezt a legyezőt, és egy kicsit lepihenek. Nem maradjatok itt kint túl sokáig. Most megint fogunk találkozni biztosan ővel. Elkaptalak titeket. Csak fussatok, ne aggódjatok miattam. Itt, tényleg elkaptad őket? Miért nem szaladtatok el, amikor mondtam? És miről beszélsz? Nem hagyhatunk hátra. Így van. Csak kezd neki, ha meg akarsz minket enni, akkor hármunkkal kell elbánnod. Így van. Akkor se fogunk megfél... Mi az? Meghátszálni, hogyha a gyomrodban leszünk. Ki mondta, hogy meg fogunk titeket enni? Várj. Ti esetleg valami finomnak a szellemei vagytok? És Ittó, te miért vagy hirtelen ilyen csendben? Egy furcsa érzésem van ezzel kapcsolatban. Én már láttam őket valahol. Tudom már. Ezek a lények a... az ultimate yokai. Mi ez? Field guide. Nem tudom én... ami segédlet. Horsztériség, nem tudom, hogy itt ez a field guide, ez mi a kanál, mindegy, abból vannak. És ugye a nagyi megmutatta már neki őket. Yoko Kappa és a Hito Tsumekozu. Ezek mind yokaiok ám. Milyen fura hangja van? Elég sokáig tartott, hogy rányere. Mi egyből megismertünk téged, te Joni vagy, nem igaz? A legendák szerint, ugye? Nagyon erősek az Oni. És összetörik a többi yokait, hogy labdát csináljanak belőle és megegyék őket. Ez a legnevetségesebb dolog, amit valaha hallottam. Mégis kitalálta ezt ki. Szabó, ti vagytok azok, akiktől az emberek félnek. Elrejtőztök ugye a bozótok mögött, hogy másikat megijesztetek. És mit csináltok itt? Ne gondoljátok azt, hogy nem láttalak titeket. Követitek őt. Mindenféle furcsa, félelmetes dolgot csináltok. Akkor ti hárman voltatok azon. Nem próbáltunk senkit megijeszteni, csak megpróbáltuk
Mi megbízta őket a kizéjjel, Miko? Egy mi? Jó, mondjátok csak el nek. Nem vagytok mérgesek? Annak ellen egy Paimon nagyon megijedt egy párszor, nem... Nem, úgy tűnt, hogy nem direkt csináljátok. Na de halljuk a sztorit, és akkor lát Paimon így megbocsáthat. Igen, ők igazából terveztek ide egy fesztivált. Nem, bocs, terveztek egy fesztivált, amit a jókaiok tartanak. De igazából az embereket is szívesen látják. A Mikawa Flower Fesztiválról beszélünk? Az, amit amiről Ei beszélt, ugye? Igen, őnek is ismerős ez a név. A legfelsőbb jókaiok tartották a múltban. Úgy adott, hogy rengeteg, nagyon mókás volt. Nem lehet annyira, mint ugye az ő fesztiválok, amit a csapatban tartanak, de... Igen, azt a fesztivált szerették volna megtartani. De tudja, hogy nem érdemli meg az ő fesztiváljuk azt a nevet. Mert már a Hyakkyaku ideje rég lejárt, és ők csak pár aprócska jókáj, akik a vadonban élnek. És nincsenek meg nekik azok a... nincs meg az az erejük, hogy valami nagyszabású fesztivált tartsanak. De ennek ellenére próbáltuk. Az embereket valahogy elérni és a hálánkat kifejezni. Hála? Mit értesz az alatt? Mi ugye a vadonban élünk, és sokszor megtámadnak minket a szörnyek. Ugye ide jönnek, és rákényszerítik őket, hogy adják át az ételüket. És néha ugye egy kicsit eldurul a helyzet, és még ugye meg is sérülnek olyankor. De utána rengeteg emberi kalandor jött a vadonba, és elkergette ezeket a szörnyeket. És most már békében élhetünk. Most szeretnétek visszaadni a szívességet. De a ti erőtök az tényleg aprócskam. De ne is aggódjatok! Annak erre ilyen kis aprócskák vagytok még, annak ellenére az én nálam még mindig jókájnak számítotok. Szóval ti voltatok, akik az Akitsu Jungeit a strandra tettétek? Így van. Mi voltunk azok. Kipróbáltátok? Nem mulatságos? A legendás Akitsu Hazurától tették ezt az ötletet, és rengeteg erejükbe került, hogy ezt így megcsinálják. Utána nem sok ugye jókai erejük maradt. Szóval itt a erdőben csináltak ilyen kis standokat, hogy a fesztiváli atmoszféra legyen meg. Csak azért követtek minket, hogy lássák a reakciónkat. Szóval akkor az Akitsu Yuge tényleg ennyire fontos? Mégis miért használtátok fel az erőtöket, hogy ezt megépítsétek? Ugye, hogyha ilyen több ilyen kajás standot felállítottak volna, akkor a Paimon elvitte volna az utazót, hogy egyen valami finomat. Komolyan? Hogy őszinték legyenek, soha nem találkoztak ezzel az emberekkel, szóval ötletük sem volt, hogy mit szeretnék. Meg ugye?
Arra fókuszáltak, hogy az Akitsu Yugeit megépítsék, ahogy a legendákban ugye volt. Ó, ismerem. Több száz évvel ezelőtt tartották ezt a yokai találkozót. Mi? It's the story of yokai. Igen, tehát ez arról szól, hogy egy yokai találkozott egy emberrel egy fesztiválon több száz évvel ezelőtt. Egy szamuráj volt az, aki valahogyan erre a Flower Fesztiválra betalált a yokaiok közé. Mégis mit csinált egy ember? Ja, arról beszélgettek a yokaik, hogy hogy lehetne elüldözni ezt az embert. Aztán egyszer csak meghallott egy hangot, ugye, emberünk. Ez a mi fesztiválunk, és az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Mégis mi a különbség, hogyha csatlakozik hozzánk egy ember? Evegő valami nagyon fontos emberke volt, vagyis yokai. Szeretnél szakét inni te ott? Persze. Akkor csatlakozz hozzánk. Együtt élvezzük a fesztivált. Hogy együtt ünnepeltek. Mindegy, a lényeg az, hogy ugye barátok lettek. Erről beszélnek, hogy a szamuráj, és hogy ugye ellenfeleket keres, fejlődjön. Szóval ez a Mika Flower Fesztiválnak az a lényeg, hogy az embereknek boldogságot hozzon, akik ugye részt vesznek. És az Akitsu Hazura az pedig egy szimbólum a barátságnak. Annyira beleolvadtam meg ebbe a nagy fordításba. Holnap elvileg a pipinek kaját venni, várom a csomagot, gépet szerelek. Akkor ilyen busy nap lesz. Nem sok ma már voltam dolgozni, másfél hét betegség után fáradt is vagyok, viszont kettő napot meg. Na, ez tök jó, örülök, hogy jobban vagy. És akkor kitartás ehhez a két naphoz. És jó pihenésbe ez a gor. Közben sütés, sütős asszisztens is leszek. Felélesztő kaja, az néha kell. Paimon full creepbe nyomt ezt az eventet. Hát Paimon mindentől megijed. Szia Réku! Mizu! Ezért is volt az, amikor eldöntötték, hogy itt egy fesztivált fognak tartani, akkor megegyeztek abba, hogy ezt az Akitsu Hazurát ezt feltétlenül megcsinálják. Ez lesz a fő prioritás. Sajnos az igazi Akitsu Hazura nagyon elveszett, ugye? Az évek alatt. Az a játék, amit ők elkészítettek, az egy olyan verzió, amit egy ilyen vándorló kereskedőtől hallottak. Megváltoztatták a nevét Akitsu Yugeire. Vándorló kereskedő? Nem hangzik túl jól. Igen, mi úgy hallottuk, hogy valaki benn ragadt az Akitsu Yugeiben. Igen, de azok nem mi voltunk. Nem tudjuk azt, hogy mi lehet a probléma. Ugye bezártuk az Akitsu Yugeit, és megnéztük, hogy tényleg lehet-e valami probléma. De nem találtunk semmit vele. Tehát lehet, hogy ez valami, csak valami furcsa. Egy furcsa olyan probléma volt, amit a mi unstabil yokai erőnk okozott
csak akkor egy alkalommal, ugye? Nem úgy néznek ki, mint akik hazudnának. Higgyétek el, hogyha valaki ugye hazudik, azt én meg felismerem. De ez vész tényleg csak egy baleset volt. És azután az a ugye incidens után nem mentek már az emberek oda. Később egy férfi kék hajjal megjelent és körbesételte azt a területet. Olyató. Nagyon ilyen szúros tekintete volt. Úgy éreztem, mintha látott volna minket. De aztán megfordult, és gyorsan továbbállt, nem mondott semmit. És utána nem sokkal később rengeteg ember ment a, vagy jött ide a Chinju Forest-ba, ugye? És az emberek elkezdtek újra játszani a Sakutsu Yugei-jel. Nagyon csodálatos volt. Egy férfi kék hajjal, biztos, hogy Ayato volt az. Igen, most, hogy mondod, amit Ayato választott, ugye, legyező, az pont olyan, mint amit a fesztiválokon használnak. Azt gondolod, hogy tudhatott a jókájuk? A jókájukról, amikor eldöntötte, hogy ezt a rendezvényt itt megtartja, ugye? Szóval a haverom Ayato is itt van, hogy ezen a bátorság próbán. Vagy azért jössz, hogy elkapja a nyonikabutót? Hát ha tudtam volna, akkor hoztam volna egyet, amit egy pár nappal ezelőtt fogtam el, hogy legyőzzem őt. Vagy itt harcoljak vele. Tényleg, Ito még mindig nem tudja, hogy kicsoda Ayato. Mindegy, ezt nem is kell neki elmondani. Egyelőre. Mert az Ito nem tudja, hogy ki az Ayato. Vittes. Jó, minden esetre a furcsa dolgok, amiket látunk, akkor valószínűleg ezek a kis aprócska jókájuk által létrehozott dolgok voltak, semmiféle szellem, ez megmutató. Most, hogy tudjuk, hogy mi történik, a bátorság próba nem is tűnik annyira félelmetesnek. Szeretnétek emberekkel együtt lenni. Totál megértem. A jókaiok egyre ritkábbak. És teljes mértékben elizoláljuk magunkat, akkor nagyon magányosan fogjuk ugye érezni magunkat. Szóval akkor miért nem adjátok, hogy ez az Oni tegyen nektek egy szívességet? Én is egy jókai vagyok. És tökre ugye természetesen beilleszkedett az emberi közösségbe. És senki nincs, tehát nincs egy olyan ember itt Irezumában, aki nem hallott volna már az Arataki Itóról, az egyetlen Oniról. Na, gyertek, körbevezetlek titeket. Na most, hogy már Paimon nem fél, akkor minden a körbe sétálnánk. Akkor most találkozunk a nénivel. Ez a jókáj. Nem, a jókájok azt mondták, hogy szerettek volna a fesztivált tartani. De Paimon túlságosan elfoglalt volt, és ugye azzal, hogy be volt szarva, nem figyelt oda egészen eddig, hogy mi van körülötte. Paimon, hogyha jobban belegondol, akkor látott pár fesztivállal kapcsolatos tárgyat Strannon, akkor menjünk oda és nézzünk körbe. Lehet, hogy tudunk segíteni is.
tél. Az a baj, folyamatosan. Ezek honnan jönnek és miért? Újra a lurkolóknak. Te érdekes, most értél haza? Na, merre jártál Réku? Suliba voltál? Velem? Hát én kicsit később kezdtem a streamet, mert nem voltam a toppon. Aztán meg az OBS se volt a toppon. Nos. Tajonány, neked is jobbulást kívánok, meg kitartást a melóhoz. Most nézem, hogy pont átfutottam az üzeneteden, elnézést. Remélem, hogy azért kihevered a betegséget minél előbb. Aztán tudsz mulatni és pihenni is itt az ünnepek alatt. Erre kéne mennem. Basszus. Cancel-eltem. Ja, a nénihez kell menni. Még mielőtt elindul ez az egész, gyorsan meg. Jó, hogy miával pályamon többet ezért pánikolt, mert jó, hogy miért gondolom megijesztette. Ez egy egoista, persze. Petyi délután tartottatok? Na, azok jók szoktak lenni. Elég fáradt vagyok, mert mondom azt, hogy nem voltam jól, az nem segített. Várj! Ez a furcsa hölgy vagy, akivel találkoztunk. Már megint ti ketten. Ez is egy jó káj lesz szerintem, gondolom én. De lehet, hogy mivel behozták a jó kájukat, most úgy kicsit... Tehát eddig is tudtuk, hogy vannak, mert hát Oni, meg Kitsune, meg izé. Lehet, hogy majd hoznak be valami Inazumai karaktert még, aki jó káj lesz, vagy nem tudom. Be kell, hogy vajja, eléggé lenyűgözi őt az, hogy hajlandóak vagyunk az előző alkalom után még ugye jönni hozzá, tehát, vagy nem is, hanem közelíteni hozzá, sokkal bátrabbak vagyunk, mint gondolta volna. De most ezúttal nem hagyja, hogy, hogy olyan könnyen meglogjunk. Hogyha nem mentek el innen, akkor én... Szép próbálkozás, de nem ijesztesz meg minket többé. Találkoztunk a jókai barátaiddal, és elmondtak nekünk mindent. Többi jókája? Így van. Te is egy itteni jókai vagy, aki a vadonban él, nem igaz? Találkoztunk Jókovaj Kappával és Hitsu Ritotuma Kozuval. És te milyen fajta jókáj vagy? Na, Paimon kitalálja. Nem, oké, Paimonnak semmi ötlet sincsen. Minden esetre. Ez lényegtelen. Mi azért jöttünk, hogy játszunk az Akitsu Yugei-jel. Szeretnél csatlakozni hozzánk? Akitsu Yugei, már megint ez a játék. Hogy történhet ez? Egy kicsit több időre lett volna szükségem, és akkor én tudtam volna. Mit? Mi a baj? Rosszul vagy? Vagy esetleg éhes vagy? Vagy nem aludtál eleget? Eléggé fáradtnak tűnsz. Ne aggódj. Itto már elvitte a barátaidat, hogy találkozzanak új barátokkal, meg bemutassak új barátoknak. Mindenki nagyon jól fog jönni egymással. Igen, mi is a barátaid vagyunk. Így van, nem kell aggódni. Gyere, játszunk a Akitsu Yugei-jel. És akkor megnézzük, hogy ki lesz az, aki gyorsabban befejezi a játékot. És a vesztes az... győztesnek egy kívánságát teljesít. Na, akkor kezdjünk neki. Akkor menj, játszanom kell. Nem akarok! Miért kell?
volt pár nap, amikor gatya voltál. Fú, hát amúgy, ja, tud durva lenni. Jöhet meg pont. És most ki kell válaszolnom, hogy milyen karakterek vannak. Hát, I don't know. Jég meg. Geo. Meg Pyro. Mit csinál egy anemo amúgy? Csinál valamit egyáltalán. Csináljuk úgy, hogy legyen több jeges. Mert több a vízkocka. Szét is töri? Ha tudnátok, én mennyire nem szeretem ezeket a típusú gémeket, az elmondani nem tudom, de mindig jobb, mint a bujócska. Nem kellett volna elengednem, mi? Váltanom kéne. De hát a Geo az nem csinál semmit. Vagy szétütötte? Annyira nem értem, hogy mit az Isten történik. Jajjajjaj! Annyira el akartam kapni, hogy véletlenül megnyomtam az elbetűt. Sose a büdös életben nem fogom tudni. Gyorsan végezték, köszi. Na. Eljött a te időd. Oké. Okay. Nézz és tanulj. Rekord gyorsasággal végez a néni. Egy lövéssel mindent leofolt a nénika. Gyorsabban befejezte, mint mi. Pájmon ezt látva, teljes mértékben így megvan szédülve. Látod, hogy csinálta? Hát nyertél. Mikor meg is változtak a szabályok, soha nem fog az amatőrök ellen veszíteni. Így van, te egy jókáj vagy, szóval... Ti vagytok, akik létrehozták az akut... Akitsuyuget! Nem véletlenül, hogy ilyen jó. Na, minden esetre... Betartjuk az ígéretünket. Van egy kívánságod. De még mielőtt bármit mondasz... Nem csinálunk semmi olyat, ami lehetetlen, vagy másokra veszély. Kívánság. Akkor én azt kívánom, ha nem találkozunk többé. De várjál, mert nem éreztük jól magunkat? Pont ezért. Takarodj. A rohadt él. Róla, ne gyertek a közelembe, és ne beszéltek hozzám. Ezt biztos be tudjátok, vagyis meg tudjátok ígérni, meg az? Ez az utolsó figyelmeztetésem. Nem szeretném látni az arcotokat újra. Különben ellopom a lelkeiteket.
Most már félsz? Helyes. Akkor ne gyere többször ide. Nem, ezt nem érti. Valami rosszat csináltunk. Lehet, hogy szeretne egyedül lenni. Igaz? Paimon nagyon élvezte az Akiti Yugeit vele. Jó lenne, hogyha találkoznánk újra. Na mindegy, nézzük meg, hogy itt valami a helyzet. ...23 bújocska. Azt mondom, amikor bejelentették a bújocskát, akkor a sírás kerülgetett, és így észleltem ma, hogy igazából egy pár nap is elkezdődik. Annál jobban szerintem... De szerintem a legrosszabb event. Erőltetik. Ah! Anta... Hitotsume Kozo? Te vagy Hitotsume Kozo? Igen. Ne aggódj, jaj, mi a vagyok? Én vagyok, aki a Naganohara tűzijáték kötet. Vezetem. Én egyszer láttam Naganohara tűzijátékot. Annak ellenére, hogy nagyon messze voltam, nagyon szép volt. Tényleg, akkor legközelebb találkozunk, akkor hozok neked egy kis tűzi játékot, és akkor együtt kilőhetjük, vicces az. Tényleg? Köszönöm szépen. Hogyha megkérdezhetem... Te vagy... Kadehara Kazuha úr. Igen, ilyen vagyok az. Nem vagyok úr, csak egy szamuráj. És nézd meg! Jó van. Érted, takarítom el a botokat, és akkor jönnek ilyenek. Ez is mi? Másik bot, akit ki kell vannolni. Rá. Csak át kell megint néznem, hogy bannolom ki ezeket, és mindig megjelen. Tele van ám padlásom ezekkel. Újra a lurkolóknak. Sziasztok! Ó, 70.620. Kérdés ki. Ja. Akkor nem nagyon tudjátok megállapítani, most hogyha streamerták, nem tudom, hogy ki az, aki streamer itt. Van egy oldal, ahol utána lehet nézni.
ez, hogy esetleg vannak-e rejtőzködött botok itt, mert eddig meg tudod nézni ezzel. Megmondom őszintén, rengetegen leszarják, hogy ezek ott vannak. Én nem. Tehát engem zavar. Tehát, hogyha itt vagyunk mondjuk 20-an, akkor mi emberek legyünk, akik itt vannak 20-an, akik itt néztek, beszélgettek, lurkoltok, mit bánom én? De ezek ilyen, nem tudom, ilyen random botok, akik nem tudom, minek vannak itt, nem tudom, mit csinálnak, nem tudom. Miért csinálják? Leszarom. A Commander Root-ot hagyom, mert a Commander Root az egy kicsit más jellegű dolog. Tehát a Commander Root-ot használjuk, az ő által létrehozott cuccot is, amikor jönnek a follower botraidek, és ki kell őket törölni. Ami megint hasznos, mert belépsz a Twitcheddel, és kb. 3 kattintással eltakarítasz jó pár ezer botot is, ha úgy van. Tehát ő az egyetlen olyan, akit itt. Senki más. Mindenki mást eltakarít. Legyen az azért, hogy statisztikát gyűjt, vagy legyen az bármi más. Pont leszarom, gyűjtjön máshol statisztikát. Nem érdekel. Na nézzük. Igen. Megnézzük kétszer, hogy... Ja. A sor. Basztos, na örülök neki, úgyhogy ezt mondom, bátran ajánlom mindenkinek. Electropyro, Electrohydro, Freeze. Többé mcsas. A pyro is. Kellene egy vercsi bannos emót? Várjál, fel kell írnom. A múltkor Phoenixi azt mondta, hogy kellene egy vercsis szivárványt hányós emót. Most ugye 2 follower emótot kicseréltem. Tehát most van egy karácsony, amit tudtok használni, meg van egy újévi. Amíg vannak az ünnepek, addig le lett 2 cserélve. Aztán, hogyha vége lesz az ünnepeknek, vissza fogom tenni. Meg most már olyat is kitaláltam úgy a Twitch, hogy azok, akik szubolnak, azok már máshol is tudják használni a follower emótokat. Ugye ez eddig nem így volt, tehát egyedül ugye follower emótot ott használtál, ahol követő voltál, azt ennyi. De most ezt kitalálták, hogy most már a szubok tudják máshol is használni a izéket. Úgyhogy máshol is lehetsz bemelni, hogyha úgy van ezeket, hogyha szubok vagy. Nem szabad sokat lurkolnod. Miért nem? Tehát... Én nagyon örülök annak, hogyha jöttök és beszélgettek velem, és nem lurkoltok, tényleg, de nincs az a baj, hogy valaki lurkol, mert tudom azt, hogy nem mindenki szeret annyira kommunikálni, de nem kell félni, nyugodtan lehet beszélgetni, meg Tícin is lehet feljönni beszélgetni. Múltkor Tom is feljött, és ugye nem is ettük meg, még megvan. Nincs gond. Nem érzékeli az oldal, hogy botlábú vagyok, itt azt nem tudom, nem tudok nyilatkozni. Amikor szerintem múltkor feljött, látjátok, volt már Discordon Cyanide is, ő is megvan még, igaz, szerintem szegényem, sok információt kaptál. Nem bántunk. Meg sokszor van az, hogy nincsen stream, de mondjuk beszélgetünk Discordon, és van stream valami. Tehát, hogyha éppen unatkoztok, fel lehet jönni, vagy nincs olyan, ami érdekelne titeket. Jó, mondjuk elég változó, hogy mi megy streamnek DC-n. Tehát, nem tudom, Naraka, ugye ez Battle Royale game, akkor mit szoktunk még streamelni? Árkozni szoktunk, ugye? Meg ki tudja, tehát lehet, hogy ott fogok játszani majd valami olyan játékot, amit streamben mondjuk nem fogok. Sose lehet tudni. Nem ettünk meg, így van.
Nem eszünk embert. Bercs is csak ritkán. Na nézd meg, Réku. Úgyhogy semmi mondom. Nem tudom, ezek az új botok mik voltak, mert általában szoktak ki, hogy vegyek követőket, meg ilyen baromság. Történt. Nem tudom, mi volt, mindegy, leszarom. Na! Látta ugye itt a padomban a kis kardjával Kazuhánkat, és rengeteg ellenfelet pikpak legyőzött, egy nagyon csodálatos kardművész. Ez biztos akkoriban lehetett, amikor megpróbált elmenekülni Inazumából. Nem volt annyira lenyűgöző, mint amilyennek itt most elmondja. Rengeteg nehéz szituációval nézett szembe, mielőtt képes volt elhagyni a szigetet. És ugye a Kamisato klán is segített nekem akkor. Ó, ha már itt tartunk, ő a testvére. Akkor te vagy a Shirasagi Himegimi? Az egyetlen? Micsoda megtiszteltetés. Miért nem kell ennyire... lenni formálisnak. Soha nem gondoltam, hogy ilyen nagy nevű, vagy híres emberekkel fogok találkozni. Biztos, hogy elmondom. Te nem szeretnél velük beszélgetni? Bocsánat. Én eléggé kényelmes vagyok. Két kis szégyellős egymásra talált. Ez furcsa. Teljes mértékben úgy tűnt, hogy jól vagy, mikor velem beszélgettél. Nem tudom miért, de amikor veled beszélek, Goro generális, akkor sokkal nyugodtabbnak érzem magam. Ezzel én vagyok a legvisszahúzódóbb hármunk közül. És napokig elbújt a legugodóbb, mikor valaki beledobott egy követ a folyóba. Bocsánat, hogy itt össze-vissza beszélek. Csak ez furcsa. Általában én nem vagyok ilyen. Teljes mértékben rendben van. Nem lehetünk, ugye, nem lehetsz mindenben jó. A legfontosabb az, hogy... legyen meg a bátorságod ahhoz, hogy megváltoz. Ó, itt vagytok, éppen beszélgettek, baj, hogyha vagy gond lenne, ha csatlakoznék hozzátok? Nem, soha nem láttam még egy kappát ezelőtt. Felébredt, azt nézzétek, kinyitotta a szemét. Hello. Köszönöm, hogy ilyen lenyűgöző embereket hoztatok, hogy találkozzunk velük. Na, a legélesebb kés a fiúkban, szegény fiú. Így van. Itto megint a legjobb. Tudod? Semmiség volt. És meg kell, hogy említsem, hogy van egy saját csapatom, és minden egyes tagnak egy különleges titulusa van. Itto, már megint itt menőzöl saját magadról. Ne zavard már össze őket. Mindenki a bátorság próba miatt van itt, nem miattad. A legtöbb ember azt se tudja, vagy az itt lévő emberek fele azt se tudja, hogy ki vagy. Ez az én pillanatom, Paimon, ne ronsd már el nekem. Igazából itt annyira nem menő, mint ahogy állítja. Amikor az inazumai kapcsolatokról van szó, akkor senki nem tudja legyőzni Paimont és az utazót. Ó, igen? Oké.
Akkor miért nem versenyzünk? Nézzük meg, hogy ki ismeri a több embert itt. Itt ismernek többen. Nem. Itt is. Ismer több embert itt, igen, úgy mondtam. Néha el kell gondolkoznom. My bad. Nem mindig az a fordítás, amit lefordítok, és így el kell gondolkoznom, hogy mi volt oda írva. Mert már kattintottam. Jó van, akkor nyomassad. Ne harcoljatok. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten lenyűgözőek vagytok. És nagyon jó barátságotok is van. Pont ugyanúgy, mint Kamai és a szamurájok. Nem, mint Kamai és a szamuráj. Természetesen. Bőnök! Megjöttek a srácok. A francba. Elfelejtettem, hogy meg kellett volna őket éjesztenem, mert ugye itt elfoglaltak a jókályos dolgok. Bőnök! Srácok! Nézzétek. Ezt meg tudom magyarázni. Én... Főnök, sajnáljuk. Most mi van? Mi van? Soha nem kellett volna kételkednünk benned, főnök. Igazad volt. Félelmetes. Ez a bátorság próba. Biztos, hogy vannak itt szellemek. Még mindig remegek. Ha belegondolok. De hogy némileg szórakoztató volt. Igen, mondtam, hogy ez egy nagyon jó élmény lesz. Senki nem itt nekem. De mindesetre nem kell aggódni. Elmondom, hogy mégis mi történt itt. Úgy tűnik, hogy nincsenek itt szellemek, és minden félelmetes dolog, amit láttatok, az csak egy félreértés miatt volt a jókályokkal. Igaz? Igen, bocsánat. De... Nem is, bocsánat, de én őket még soha nem láttam ezelőtt. Nem tudom, hogy hol voltatok és mit láttatok, de nem hiszem, hogy bármi köze van az egésznek hozzánk. Mi? Mi? Na, várjál már, kicsi Yuko. Most csak viccelsz, igaz? Tudod, hogy ennek most nem igazán van az ideje itt. Nem, én komolyan beszélek. Tényleg nem tudom, hogy mi történik. De ha nem ti voltatok srácok, akkor azt jelenti, hogy tényleg vannak itt szellemek? Várj már egy pillanathoz. Mi találkoztunk egy nővel. Aki úgy volt felöltözve. Igen, Pime is azt gondolta, hogy egy jókáj. Még játszottunk is az Akitsu Yugejel vele. Nem vagyok benne biztos, hogy kivel találkoztatom. Csak három jókáj volt, aki fesztivált akart itt tartani. Akkor mi a szellemet láttunk? Főnök, ments meg minket! Mindenki nyugodjon meg, mindenki csak nyugodjon. Csak nyugodjon meg mindenki. Mégis mi ez a hangzavar? Te vagy a terjúrend. Eizo! Nem kell félni. Hogyha van is egy szellem, akkor már rég elijesztett sok hang, amit kiadtak. A nagy hangzavar. Jó, akkor Itó és a csapatod menjetek, és szóljatok a többi résztvevőnek a helyzetről. Paimon és utazó, Léci, gyertek velem. Oké. Okay. Mint átment van a kutyába. Wow. Mi volt ez a... Wow. Nem is értem. Paimon most már jobban érzi magát, hogy Heizo itt van.
Most menni kéne Heizhoz, de nem fogok. De? De holnap meglátogatom. Itt tartok. Holnap feltétlen meglátogatom Heizót. Úgy gondolom. Így mára itt befejezzük. Nem tudom mennyi... Tudom, meddig tartott. A stream. Hát, az egész jó, 2,5 óra igazából. Elbé meg. Mi az, hogy nope, Robert, lehet tudni. Gyere holnap is, Robi, azt láthatod, hogy folytatódik. Meg visszanézhető itt esetleg Twitch-en, ha lemaradna bárki. Aztán, ha már Twitch-en nincs fönn, majd fel fog egyszer kerülni a YouTube-ra is. Kissé meg vagyok késve a vodokkal, de előbb-utóbb majd arra is sor kerül. Abár nagyon lelettem csesztve, hogy nehogy felmegyek, azért kellni, hogy videót vágjak. Tehát ha ilyen ötleteim vannak, azokat felejtsem el. Úgyhogy ja, úgyhogy aludtam. Nem keltem fel. Lehet, hogy korán van, viszont vacsorázni megyek. Meg beveszem a gyógyszerem, úgyhogy ja. Nekem nincsen annyira korán. Viszont... kéne rédelnünk. Kéne valahova rédelnünk, na várjatok körbe, hogy... Ez lehet... Hát most őszinte leszek, World of Tanks-ot nem akarok. Streamelni. Drift Rally 2.0 üvivezet. Hát jó. Megyünk üvihez. Úgy látszik eldőlt a dolog. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Üvihez meg köszönjetek be egy arancsaj. Holnap délután találkozunk. Nem szoktam votozni. Amúgy. Még gyorsan válaszolva. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk, és mindenkinek szép éjszakát és estét kívánok. Sziasztok!